Egy perc kezdésig kérjük, foglalják el helyeiket. Köszönjük. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Horváth Mihály Gimnázium és a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola drámai tagozatának gála műsorán. Külön üdvözlöm Jakubecné Ilich Alisz, a Keleti István Művészeti Iskola igazgatónőjét. Sipos Kitti Lidiát, iskolánk igazgatónőjét. Kertész Ildikót, a Ternei Béla kollégium igazgatónőjét, valamint minden kedves szülőt, családtagot, barátot, tanárainkat és kollégiumi nevelőinket. A mai rendezvény műsorvezetői mi leszünk? Kalmár Anna és Forró Liliana. Először Szabó Zoltán polgármester úr köszönti az egybegyűlteket. Szép napot kívánok mindenkinek, tisztelt igazgatónős, kedves pedagógusok, tisztelt szülők, barátok, ismerősök és természetesen a gálára megjelent kiváló diákok. Horváth Mihály Gimnázium alapítva 1859, 165 éves. Az intézmény, amelynek falai között gyönyörű felkészítéssel és a magabiztos felkészüléssel ma este is a Horváth Mihály Gimnázium a Mustra gáláját megtartja. 1978-79 Irodalmi drámai tagozat megalakulása, úgy vesszük 1979-től 45. éve. Engedjenek meg egy nagyon rövid visszatekintést 2022 áprilisában Bácskainé Erzsikével ültünk itt lent. Beszélgettünk, hallgattam azokat a bölcsességeket, nagyon emberi gondolatokat, amit olykor fülembe súgott. És visszaemlékeztünk Bácskai Mihályra, akinek vezérlő elve az volt ugye színházzal az életre nevelni, a színház által nevelni. Én azt kérem ma este, hogy a szülők, pedagógusok, felkészítők lássák az eredményes és nagyon szép produkciókat. A diákoktól pedig azt kérném, hogy a színház által neveljetek minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Most pedig színpadra szólítom Pásztor Anikó Erzsébet tanárnőt, a Keleti Művészeti Iskola Szentesi telephely vezetőjét, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a kedves szülőket, rokonokat, barátokat, a kedves kollégákat, igazgatónőt, polgármester urat, és természetesen a mai sztárokat, a gyerekeket. Olyan gondolatokat osztanék meg ma önökkel, amelyek nem mindenesetben tőlem származnak, de mondani valójuk még ma is helytálló és fontos. Az elmúlt napokban több olyan könyv került, amely a drámatagozat életéről, munkásságáról szól. Az egyik ilyen évkönyv volt, ami a drámatagozat fennállásának 25. illetve a diák színpad 50. évfordulójának alkalmából készült. Olvasás közben ráakadtam egy volt kollégánk, Szurmik Zoltán tanár úr írására. Ahogy mindannyian hívtuk, Szuszu, a tagozatunkról készített szakdolgozatában a drámatagozatos gyerekek személyiségét vizsgálta. Először is ebből szeretnék felolvasni most egy részletet. Van olyan gyerek, akinek a lelkéhez hozzáférni nincs más esély, mint ez az osztály. A gyerekek sokfélék. Bár látszatra magabiztosak, határozottnak tűnnek, de tele vannak gátlással, félelemmel. Nagyon igénylik a kommunikációt, s mivel elkerülnek a megszokott szülői háttértől, ezért az osztályfőnökre nagyobb feladat hárul. Egy személyben szülő, pszichológus, orvos, és nem utolsó sorban barát. Szeretetigényük igen magas, és néha a pedagógia nem is olyan fontos, hiszen elég csak meghallgatni, átölelni őket. Jól esik nekik az odafigyelés, az ember számba vétel, és ezt gyorsan meghálálják. Szurmik Zoltán tanár úr szavai után szerintem minden osztályfőnök egyet fog velem érteni, hogy minden dráma és osztályfőnök megtapasztalja az előbb elhangzottakat, és egyetértünk abban, hogy bár dráma és osztályfőnöknek lenni nem egyszerű feladat, tele van kihívással, és időnként szükség van az extra megoldó képességünkre is, de egyben a legcsodálatosabb dolog is. A gyerekek szeretettel fordulnak felénk, megbíznak bennünk, és beavatnak bennünket az ők is titkos életükbe. És nem csak a saját gyerekeink, más dráma és osztálybeli gyerekek is. A legszebb pillanatokból most néhányat említenék. Például egyik ilyen alkalom, amikor órát tartok, és a végén odajön hozzám az egyik gyerkőc, átölel, és azt mondja, hogy legyen szép napja, tanárnő. A másik egy ilyen, amikor egy csoportos ölelés után a kupac közepéről próbálok levegő után kapkodni. Vagy extrém eset, amikor fiúk kérnek tőlem szerelmi tanácsot, talán ez a legnehezebb, illetve, ami izgalmas, amikor lányokkal a büfé előtt csacsogunk az általuk kiszemelt fiúkról és a randikról. Nem is merek hátra fordulni a mögöttem álló fiúkra, rá sem merek nézni, de erre a lányok leszólnak, hogy ne így már, tanárnő, ez nagyon feltűnő. És számtalan ehhez hasonló példát tudnék még említeni, ami a tanári pálya szépségét növeli. Bácskainé Erzsike nénitől elhangzott korábban egy nagyon fontos mondat, a tagozatunk fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett gálán. Mégpedig így szólt a mondat. Ennek az iskolának az alappillére a tisztelet a másik ember iránt, sőt, mi több, szeretet a másik ember iránt, különösen a gyerek iránt. És nem csak mi szeretjük őket, rengeteg szeretetet kapunk mi tanárok is tőlük, és számtalan felejthetetlen pillanatot élünk meg velük, mellettük. Legyen az szomorú, vidám, vagy éppen kínos. A
Most visszatérnék egy kicsit Szuszú írására. Szurmik Zoli ebben az évkönyvben az alábbiakat írja. Fontos számukra, hogy megmutassák magukat, hogy tehetségüket kibontakoztassák. Az első két évben többnyire rázadó szellemek, a tanórákon bizony gyakran felborítják a fegyelmet, a kollégiumi rendhez nem alkalmazkodnak, különféle tanárpukkasztó csínytevésekkel hívják fel magukra a figyelmet. Az utcán feltűnően viselkednek, hogy mindenki rájuk fordítsa a tekintetét. Azután szépen lassan átalakul a személyiségük. Műsorokat adnak az öregek otthonában, a cukorbetegeknek, és ez hatást gyakorol rájuk. A fellépésekre készülnek, és embereket összehozni semmi nem tud jobban, mint a közös alkotás. Igazi közösségi emberré válnak, a közös cél vezérli őket, a produkciók létrejötte és sikeressége. A játékok során szerepbe lépve formálódnak, nyitottabbak, fogékonyabbak lesznek a világ problémáira. Érdeklődő hajlamuk miatt kinyílik az agyuk, tanulmányi eredményeik pozitív tendenciát mutatnak. Magabiztosabbá, önellátóbbá, érettebbé válnak. Rálálnak arra az ösvényre, ami járható számukra. Amellett, hogy az előbb idézett sorokban benne van a dráma tagozat lényege, kiemelném a közös alkotás fontosságát, amelyet a diákszínpadi foglalkozások keretén belül tapasztalnak meg nálunk a gyerekek. Bácskai Miska bácsi egyszer, mikor a diákszínpad fontosságáról beszélt, azt nyilatkozta, hogy a drámais gyerekek itt teret kapnak ahhoz, hogy tehetségüket és hülyeségeiket kibontakoztassák. Bár én személyesen nem ismertem Miska bácsit, hiszen már akkor nyugdíjas volt, mikor én a tagozatra jártam, de minden egyes előadásunkon ott ült az első sorban, nagyon emlékszem rá, és mi izgatottan, sőt idegesen sugdolóztuk egymásnak, hogy Úristen, ott van Miska bácsi, lát bennünket! Úgyhogy mi mindig izgultunk, mikor ő ott volt, és az ő véleménye az volt, hogy a személyiség formálásban a játékos eszközök között első helyen említendő a diák színpad. Mi drámatanárok ugyanezt az eszmét követjük. A képességfejlesztő és komplex drámajátékok mellett nagy hangsúlyt kapnak a különböző gyakorlatok, valamint a színházi nevelés területei. Olyan témákkal foglalkozunk, ami számukra gondolatébresztő, kreatív, csoportos munkát igénylő, és amelyekben a fantáziájukat szabadon szárnyalni engedjük. Azt gondolom, hogy a diákszínpad meghatározó élmény mind a diákok, és mind a tanárok életében. És komoly közösségformáló, valamint, ahogy Miska bácsi mondta, személyiségformáló ereje van. És nem csak a gyerekek formálódnak, és fejlődnek az évek során a kezeink alatt, hanem mi tanárok is velük együtt változunk és fejlődünk. De hogy miért is beszéltem ilyen sokat a diákszínpad fontosságáról, az hamarosan kiderül. Hiszen a következő pár órában olyan produkciók láthatók majd a színpadon, amelyek ezek a foglalkozások alkalmával születtek. Végül Majtényi tanár úr szavaival zárnám a gondolataimat. A drámatagozat mindannyiunk életében a nagy kaland, ami azt hiszem semmi máshoz nem hasonlítható. Köszönöm. Tagozatunk tavaly ünnepelte alapításának 45. évfordulóját, melynek alkalmából kétnapos rendezvénnyel tisztelegtünk az alapító bácskai házaspár előtt. Hagyományteremtő szándékkal idén is kétnapos programmal készültünk, hogy minél többet tudjunk megmutatni magunkból, diákokból, illetve a tagozat életéből, munkájából. A mai délutánon a diák színpadon létrejövő alkotásokból fogunk kapni egy kis ízelítőt. Jeleneteket, valamint osztálydarabot mutatnak be a diáktársaink.
Mai műsorunk második részében a kiválóan megfelelt mustra videókat és a végzős médiásaink kis filmjeit tekinthetjük meg. Elsőként a 11. D által készített jelenetekből következik egy összeállítás. Felkészítő tanár Szebeni Zoltán tanár úr. Gyalog Lilla a mai és a holnapi napon a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyen vesz részt, ezért most csak a vetítővásznon keresztül fogja önöket elkápráztatni Veszelovszky Lillával alkotott közös jelenetében, melynek címe Molnár Ferenc, üvegcipő. Nem tudom, hogy a kis macskát, mert olyan mutatban mondom, hogy semmi.
ős. Szégyellem, ami a központ. Azért mindjárt használhatsz. De például nagyobb. Hol a tenni? Miért nincs remény az asztalon? Jézus, sárra! Ugye? Nincs jó. Tűnőre van gondot, maszkára van gondot. Szalagra van gondot. Szalagra nincs is gondol, ne jársz. A kaptunkban egy csomó szalagot találtam. Hol? Nem ő már. Hol vettem a szalagot? Miből? Csak A videót követően a következő produkciók kerülnek színpadra. Molnár Ferenc Lilium című darabjából Szabó Luca és Hompót Levente fog előadni egy részletet. Mit akar? Hát, tudod! De hogy tudom! Hát minek volnék itt? Azt hiszed, rongyos vizitelek nálad? Tartozok valamivel? Tartozol, így azt nem számítom. Majd te hozzád jövök pénzért, mi? Mert sok kevedelmed van. Tudod, te jó, minek vagyok itt. Hiszen főfogadta a Hozlingert. Főfogadta. Hát tud az úgy, mint te. Tudod, és küldöm el, csak kevés az ember, aztán kettő is eltér. Kettő? Sose volt kettő. Mindig én voltam egyedül csalogató. Kidobhatom a minek azt kidobni, ha olyan jól tud? Hát... tud. Hát olyan jól tud a Hozlinger. Mi nem az, hogy szíszak, hiszen úgy mindenki, hogy többen nem. Simítja a hajad a homra. Hagyja csak magam az én hajad. Hagyom, fé! Azt mondta volna, lógat a szemedbe, hát fél simítottad volna. Hallom. Ezt is semmi köze hozzá. Szép kis bátorság. Ilyen vétel fel. Ha megmondtad, hallod egy ember, és nem üt meg az ember. Hogy hagyjam ott. Éne! Majd, de nagyra vagy meg, mint úgy benne, nem mindent jövök utánad. Az ember ki van téve, hogyha szívén viseli az üzletet? El tudnám adni azt a hintát, sose láttál volna. Nem jó meg. Van eszed? Visszagyössz, jó megfizetek. Hát, tele van az úgy is. Tele van, de nem az igazi. Csak szépen mondja meg, hogy én hiányzom magának. Nekem te nem hiányzom, csak a cserédek, ha ezek tudnak rád.
kérdezik. Van ez egy visszagyőző? Hogy hagyjam itt ezt a... De Ferenc! Micsoda beszéd az, hogy Ferenc! Egyet! Odasóztam neki, aztán tele van vele a vár! Attól még nem vele. Jó, jó, akkor nem avatkozok be, nem tudtam semmit! Elértem, mit tettem rajta. Két hónap őzi bele, az életemet is megúhattad. Mikor ott a hív? Meg a színház. Meg pénz is volna. Valaki ilyen buta legyen. A szép, gyönyörű életet ott hagyja. Mi nem az a szó? Úgy nézek ki a köpen. Adja csak! Sose néztél így, itt eszed magadat! Új verdét vettem. Tudom. Honnan tudod? Ide hallatszik. Jó, mi? Jó. Na jó vágja. Jól fordul rá a hinta. Még ütükön is van rajta. Mert kidobtam azt a két fekete lapot, aminek a füle már úgyis le volt törve. Mi van helyette? Na, talált ki. Szent. Automobil! Automobil! Az olyan folyó, vártam, mindenbe akarnak ülni, mert folyója is van. Nyomják, járatják, divatba van. Automobil! Az. Van ez egy visszagyasz. Minek rágodik magad? Ott a szép művizet, ott valam neked. Nézve, te nem hagyta tisztességet jelvel. Hagyjam itt ezt a... Ott az annak, vissza meg fogát. Rongyos kis fogát. Ott a színművészet, az való neked. Sör. Múzsika. Egy korona hétköznap, kettő vasárnap. Megtettem, mi van neked órát is. Nem olyan az, hogy visszamegy szolgálni. Már félem viszik gyufát, ha mind gyufát innának. Talán nem kell a publikumnak a hozlinge. Tudod, te is nagyon jól tudod. Jó kell, az is valami. Jó, szép, könnyű ég. Meg csupa jó, szép, könnyű jányok. Meg sör. Meg sziba. Meg muzsika. Meg jó, szép, könnyű élet. Meg boldogult férjem, művét is neked adom, mit akarsz még? Nem olyan az, hogy visszamegy szolgálni. Nem bánom, legyen! Ha bár, azért itt jó, meg vagyok vele. Végül is ő itt maradhat, amíg én a művészetbe megyek. Ajjaj! Mi az, hogy ajjaj? Kicsúfolnak a jár. Hazaviszed a pénzt az asszonynak, én még nem hallok, hogy felejtem meg. Tudom, mert nem érti be, mint akkor. Szeretek, azt tudsz. Hát nekem vagy jött.
Shakespeare Szent Iván éjjj álom című komédiájának egyik jelenetét Csák Regina, Batic Blanka Bianca és Gránic Jászmin dolgozta fel. Itt az egész társaság. Legjobb lesz. Olvasd fel őket névről névre. Lista szerint. Itt vagyon a lista mindazon férfiak nevéről, kik egész aténban képesek találtattak, hogy amit komédiánkban a fejdelem és fejdelemné előtt megjegyzőjük esnéjén föllépjenek. Először is vaszkor, barátom, halljuk, miről traktál a darab. Aztán olvasd a játékokat, stb. Felállt Kiki, amit szólítom, de előtte a történet az, hogy egy igen síralmas komédia, piramos és tisztve borzasztó, kegyetlen haláláról. Mondhatom, igen jó darab, és furcsa. Na, olvasd a játszokat. Sorba, urak! Elsőnek is a Zuboly Miklós Takács lesz. Jelen, mi a szerepem, s tovább. Zuboly, te piramusnak vagy beírva. Mi az a piramis? Szerelmes vagy zsar? Szerelmes bizony, ki csupa szerelemből gavallérosan megöli magát. Na, lesz sok sírás. Ha azt az ember úgy Isten igazából eljátsza, ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihart indítok, szánakozás gerjesztek némi nem művészben. Olvasd a többit. Azonban legfőbb gusztusom volna zsarnokot játszani. Herkules pompásra játszanám, vagy egy oly szerepet, melyben törni, zúzni kell minden. A bért dühöng, s a sziklatönk rombolva döng a börtön zárán, s Fébrus gyors kereke ford, s jó vagy balsós támas. Na, ez egyszer felelős. Olvasd a többit. Ez már Herkuleset illő, zsarnoki dű. Szerencsé, csak figyelj. A következő az Dudás Ferenc Fóhó Foltozó. Itt vagyok, barátom, vackor, te Dudás. Tisbével birkózzon meg. Mi ez a Tisbe? Kóborlovat? Dehogy! Kisasszony, kibe piramus belé szeret! Megfűbe! Ne adj nekem lányszerepet, mint már üdödek a bajuszom! Játszottad azt állásban, hisz te oly végnyan tudsz beszélni, ahogy akarsz! Ha lehet akarni a képem, ide nekem Tisbét is! Rettentő vékony hangon tudok beszélni! Nem! Nem! Akkor a következő az... Robert Szabó! Összeverj, Robert! Itt vagyok, barátom, vackor! Összeverj, Robert! Te fogod Tisbe anyját játszani! A szolgálja! Te ezt honnan vetted? Ez minden megmagyaráz. Következő. Orondi Tamás! Itt vagyok, barátom, vackor! Orondi Tamás, te a Tigre apját fogod játszani. Én magam a piramus apját. Tökéletes. Gyaluasztalos! Gyaluasztalos! Hol van már? Ahó! Ho! Kikérem magamnak ezt az orribálást. Én minden egyes meghívót külön borítékban, a megadott színre, a megadott idő intervallumon belül személyesen képesítettem. A késés nem az én saram. Itt vagyok, barátom. Vackor. Gyaluasztalos! Te fogod az oroszlán szerepét játszani! Most már úgy hiszem, hogy rendben van az egész komédia! De le van írva az oroszlán szerepe? Ha le van, kérlek add ide, mert kicsi nehéz fejem van. Játszott a szexempóra, hiszen csak ordítni kell! Hát, csak ordítani kell, ide vettem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejlelens a fiátra! Ordítson még egyszer! Ordítson még egyszer! De már minek ordítanál, oly rettenetes? Még holtra jertenéd a fejdelemnőt és az asszonyságokat? Hogy elkezdenének sikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket! Bizony, fel is akadnának egy lábig!
Meghiszom az barátim, hiszen az ember a nőket eszükből kivassza, csak annyi eszük marad, hogy bennünket felkössenek. De forszírozom a hangom. Oly szentén fogok ordítani, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítani, mint a csalogán. Te nem játszott piramisát! Mert piramis kedves arcú legény, nyalka legény, minőt csak nyári napon látni. Igen, szeretet remélt úrfi, te minden esetre piramis kedves. No, elvállalom, de milyen szakállal lesz a legjobb játszanom? Hát, amilyen lehet? Ezt szerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupaságával. A francok közül némelyiknek már egy száz szűre sincs, csak áll sima állal játszanád. Na de ura, itt a szeret. Kérlek, követlek, kényszerítlek! Holnap estig jobban magolják, és akkor gyűjjünk össze a Várligetben, a várostól egy mérföldre. Ott a szép holdvilágon megtartatjuk a próbát. Mert ha a városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumot. Kérlek, el ne maradjatok aztán. Ott tűnt! Pintér Béla, Szutyog című drámájából Horváth Enikő, Dékány Noémi és Hompót Levente dolgoztak fel egy kis részletet. Te jössz, Rózsi! Minek? Engem úgy sem fognak az, amit nincs erre időt, Rózsikám. Mutatkozz, beszélj! De már Rózsinak nevezett el engem az a nő, aki megszült, akit a legjobban gyűlölök a földön. Én szenvedek itt a legtöbbet, sokkal többet dolgozok itt mindenkinek, de maguk engem úgy sem fognak az, amit mert nincs igazság a földön. Mondjuk annyit mondhattál volna, hogy kezét csókolom, vagy hogy jó napot kívánok, de mindegy. Így szeretem téged, Rózsikám. Gyere, Kálmánka! Kezdj csókolom, áldja meg az Isten magát, szép háziasszony ámborgazda. Lakatos Kálmán vagyok, hiszek az egy Istenben. Hiszek abban, hogy még én is lehetek boldog. Vigyázz! Életében, vigyázz! Nem zavar, hogy Kálmánka még nem fejezte be? Te már mutatkoztál, engedd szóhoz jutni Kálmánkát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. 8. B1 soros vonalban az úton sorakozó. Látják? Kellett ez magukra. Betetelik egy hétben, amíg egy kicsit helyrehozom a lelkét. Most menjenek haza, kérem. Máskor gondolják egy csupa, hogy mit teszek. Nem. Kiválasztottunk egyet. Menjenek haza, kérem. Kiválasztottunk egyet. És kit választottak ki? Demián Rózsi. Mit őt? Semmi köze hozzám. Hogy meg, édesem. Meghívtánk szerettünk volna. Ennek a gyereknek az a bete neve, hogy Szutyog. Modortalan. Önző, és már pasizik is. Nem vagyunk kíváncsiak a véleményre. Nézzék, Irénke nemrég esett át egy nagyon durva műtéten. Maguk most nem tudnak józanul gondolkodni. Menjenek haza, kérem. Nézd el, bármit is tettek Irénkével az orvosok, ő nő, asszony és mától fogva anya. Haza fogjuk vinni azt a gyereket. Jól van.
Szucsó! Gyere ide, légy szíves! A virágok miatt választották ki, ugye? Igen. Mert olyan különlegesnek találtuk. Mert a szívünkig hatoltak azok a virágok. Pedig csak azért tartjuk, mert rondák a fogai. És akkor mi van? Mi az embereket nem a fogaik alapján ítéljük meg. Mennyire rondák? Borzasztóan. Förtelmesen. De biztos meg lehet őket csináltatni, nem? Mit tudom én, mi vagyok én, fogorvos? Rúzsi, mi egy csővárnak kisfaluban élünk a hegyek között. Én szociális munkás vagyok. Attila bácsinak van egy biopépsége. Minden nap korán kelünk. Attila bácsi begyújtja a kemencét, én pedig végigjárom a falu összes nyugdíjasát. Bevásárolok, fát vágok, vagy éppen megmosdatom őket. El tudnád képzelni, hogy segítesz majd nekünk? Igen! Tavaly télen vettünk egy kis kandallót. Nagyon hangulatos tud lenni, amikor esténként begyújtunk. Ilyenkor szoktunk próbálni is. Tudod, én vezetek egy irodalmi kört is a faluban. El tudnád képzelni, hogy együtt töltöd velünk ezeket az estéket? Igen. Attila bácsinak is nekem. Nem lehet saját gyermekünk. Azért jöttünk ide, hogy előegyeztessük magunkat egy kisbabára, akit csak 2 év múlva kaphatunk meg. Lennél a nővére annak a majdani kisbabának. El tudnád képzelni, hogy hazajött velünk most? Nem. Mi? Mit mondtál? Én nem mehetek haza magukkal. Miért? Valami rosszat mondtunk? Van itt egy ember, akivel vérszerződést kötöttem. A neve ide van tetoválva a karomra. Rombári Alita. Ő mindig megvédett engem, valahányszor ellenem támadt a gonoszság. Bármennyire gyűlölöm ezt a helyet, hogy bármennyire gyűlölök itt mindenkit, én Rombári Alita nélkül nem megyek sehova. Bocsásson meg nekem, Renátani. Irén meghívják. Látja! Mert visszállt a Isten, milyen ronda a kérdőt! Megint a többiek közé! Adjanak hát az Istenek, és menjenek haza! Nem, mindkettőt hazavisszük! És hogy tudnak majd eltartani 2 ekkora gyereket? Ahol egynek jutott, jut 2-nek is! Maguk ezt pénzért csinálják. Maguk tudták, hogy az Unió fejpénzt fizet a gyerekekért, ugye? Micsoda? Nem, ezt most halljuk először. Nem éri meg. Higgyék el, nem éri meg. Szóljon a gyerekeknek, hogy indulunk. Én nem szólok. Szóljanak nekik maguk. Hol találjuk őket? Rózsi az ajtóban hallgatózik, Anita meg lencsocsózik az alapsor. Itt van balra a lépcső, ugye? És ha nem tetszik majd maguknak az a másik gyerek, tetszeni fog. Gondolják, nagyon kérem, gondolják. Köszönjük a segítségét. Viszontlátásra. Boldog vagy? Igen. Biztos? Higgy el, hogy soha életemben nem voltam még ilyen boldog. De én nem tudom kimutatni az érzéseimet, sajnos túl különleges vagyok. Tudod te mutatni az érzéseidet? Nemrég olyan szépen kérted, hogy vigyünk haza. Az más volt. Akkor hazudtam. Csak ki akartam jutni az intézetből. De csak maga miatt hazudtam, csak maga miatt akartam kijutni. Nem tudtalak. Jó, hát ezt most én sem értem, de hát nekem mindent értem. Én skorpió vagyok, nagyon rossz természetben. Majd megváltozol. Biztosan megváltozol majd náluk. Én ebben nem hiszem. Az emberek nem változnak. De legyen magának igaza. Szeretném, ha tegeznél. Jó. Attila bácsi mindjárt hozza Anitát is. Igen, tudom. Olyan izgatott vagyok, annyira arisztokratikus neve van. Nagyon meghatott bennünket, hogy így ragaszkodtál hozzá. Hát, vérszerződést kötöttünk. Hogyan? Egy pepincsővel összekötöttük az ereinket. És nem lett semmi bajotok? 2 hónapig voltam kórházban, le kellett vágni a bal karját, de értem. Szeret, a nevelőnő mondott neked valamit a fogaimról.
A fogaidról? Hát, mondott. Azt mondta, hogy rondák, ugye? Tulajdonképpen valami ilyesmit mondott. Ez nem. Jó, nem. Tökéletes, hogy csak azért mondta őket rondának, mert ők képtelen normális kapcsolatot kialakítani férfiakkal, sok barátomban. Igen, erről is beszél. Mit mondott? Hát azt, hogy már voltak komoly kapcsolataid. Ez nem. Hazudott neked. Igen, biztos voltam benne, hogy nem mond igazat. Szeretnéd látni a fogaimat? Igen. Azt szeretném, ha nem takargatnád magad. Ha felvállalnád magad. Ha levennéd ezt a maszkot. Igen. Én is úgy érzem, hogy elérkezett a pillanat. Akkor hát... Mi az? Nem találtad meg, amit lát? De megtaláltam. Isten, lehetetek hozzám! Hívamos! Isten! Ugye, hogy nem is olyan rondák? Tényleg! Annyi látszik valami! Ugye, Szila? Persze. Valójában... Ezt hívják. Apró szépség hibának. Mamon, rossz félhattad a bődön, beszámítatok! Jézusom! Nem mondta a nevelőd? Nem! Nem mondta! Tinkezzek te, Rózsi! Azt tudta, hogy amit a gyönyörűen szava? Jó hasznát veszi majd az irodalmi körben. Mit próbálnak most? Tessék! Hát, mit próbálnak most az irodalmi kört? Népballadákat. Tavasszal lesz egy irodalmi verseny, arra állítottam össze egy balladacsokrot, azt próbáljuk. Vegyen be minket is. Az intézetért tudják, mi a fáj. A pékségben is segíteni fogunk. Mindenben segítünk majd. Nagyon fogjuk el szeretni magunkat. Jobban, mint az édes gyerekek. Mi mondasz, te ilyeneket, Rózsi, a ráfigyek ki a szívedet? Hát mondd már meg, hogy kik ezek! Fontos megemlíteni, hogy az előző jelenetben lengyel Vivian is szerepelt. Előfordulnak ezek az elírásos hibák. Na de! Örkény István Tóték című művének egy jelenetét Maród Fruzsina, Fodor Hanna, Macelka Barnabás és Hunyak Eve előadásában láthatjuk. Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr! Ilyennek álmodtam! Köszönjük szépen!
Próbáljuk ki! Lássunk hozzá! Nem esztegesik az idő! Bombá! Milyen jól meg tudta csinálni! Talán még nézhet is elviszont a gép. Nem lesz az egy kicsit jó? Nekem ugyan nem. Apu, négyet tessék adni. Mi a baj? Azt hitte a drága pocok. Miféle pocok? Mint a vajat. Mondja, Tóti! Nincs kedvünk énekelni? Én nekem. És a kedves Tóti? Mit? Nem akar ő mondani semmit. Vagy talán rád valamit? Újabban felvette ezt a szokát, hogy egy darab húst tartogat a szájában, és napokig nem hajlandó legyen. Miért nem köpi ki? Apu, mindjárt van kérjük, tették kiköpni azt a húsikát. Lajos, mit tettél már neki? Én jó, Lajosom! Ilyen szabadta, nincs az emberi! Miért bátya Mariskám? Nem csinált ő semmi rosszat! Ásított. Nem olyan biztos. Ha valaki kinyitja a száját, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ásított. Bármit volna. Tessék megtartani. Találunk is van. Mi oka lett volna rá? Se nem unatkozik, se nem álmos, se nem beteg. Mondja meg ő! Mit csinált az előbb kedves Tóth? Én? Semmi. Lehetséges, hogy egy kicsit kinyitottam a számat. Az olyan nagy baj? Dehogy baj! Egyszer nem ásított. Én? Isten mes, dehogy is. Ennek igazán örülök. Az ásítás ugyanis majdnem olyan káros, mint a gondolkodás. Ezek szerint most nincs kedve ásítani? Nincs. És később? Később se lesz. Látja, Mariskám? Én hajlandó vagyok bizonyos óvintézkedéseket tenni a további ásítozás végén. De... Persze csak a hajlandó a kedves Tóth úr. Természetesen. Ennek igazán önök. Akkor lássunk is hozzá. Nem olyan nagy eset, de azért ismerik a mondást. Ásítani könnyebb, mint nem ásítani. Nem hallották? Tőlem való. És milyen igaz. Nos, na, jelentem, fáj szívem. Őr nagy úr, jaj, miért is nincs itt velem? Egy lázas éj, egy szenvedély, egy emléket hagyott után. Őr
nagy, hát gondoljon néha rá. Az éjszakai őrségre vezényelt katonák hajlamosak voltak az ásítás. Ami azért nem jó, mert aki ásít, az főbe nyújt. Ott azt szoktam csinálni, hogy egy szilvamagot vétetek a szájukba, és ha jön a váltás, akkor azt mindig továbbadja. Hogy a kedves Mariska? Nincs valami szilvamag a háznál? Sajnálom, hogy a szilvaszezonnak már vége. Viszont őszi barátszik nincsen. Annyi baj legyen, akad valami más. Egy pillanat. Mosolyog már egyet, édes Simajos. Mindig olyan komoly az apu. És nem ez a baj. Hát. Nem lesz jó. Megvan! Hogy én erre nem gondoltam hamarán. Mi ezt csipogónak hívjuk odakint? Ha nyomom a gombját, akkor csipog. Parancsoljon, kedves szótúr! Még ilyet? Én erre sosem gondoltam volna. Pedig milyen egyszerű? Tényleg, ügyes kis jószág. Használja a készséggel, kedves túl. Miért? Mi legyen vele? Hát, kapja a napu és két. Csak... Mit beszélsz te itt? Arra vigyázz, hogy nem menj át, Simajoson. Se megrágni, lenyelni nem szabad. Csak dobogassa szépen, mint a savanyú cukrot. Hogy én ezt a holmit a számba vegyem? Gyere már, mire vár! Édes jó, Lajoska! A pukér, a gyulájt kapja be, két-két! Hogy egyszerű a dolgot! Csak felhetszett, és rá, de vigyázz, ne legyen, csak szopogasd, ahogy kell! Csak kapja be, az a két-két! 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 Csak! De hiszen ez egy zseblámpa! Hát, persze, hogy zseblámpa, édes jó Lajosom. És én ezt benyem a számba. Hát, mi kifogásod lenne ellen? Ja, hogy úgy. Tegnék én attól félni megyeni. Ettől nem kell férje, kedves szól. Eleinte talán furcsa lesz. Te egy zseblámpát épülj meg, mert szokni, mint egy vívfogsor. És te is ezt mondod nekem, Mariskám? Hát persze. Látom én neked valaha rossz. Én ezt a... Nos, túl vagyunk benne. Remélem, nincs rossz íze. Mondhatok én is valamit. Most, hogy így kigömbölyödött az a... Nekem valahogy még csinosabb. Nekem is így tetszik jobban. Látja, milyen sikere van, kedves dolgul. Na, gyerünk visszadolgozolni. De mielőtt hozzáfognánk a munkához, még azt mondani, hogy eddig a Mikulis hadnagy volt a szobatás. De mi helyett visszatérek, a maguk kedves fialéba. Ami azért előnyös, mert az iskolai épületet, ahol lakom, kettőzött zöldség veszi körül. Ilyen soha, de soha nem fogjuk tudni meghálálni. Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr. Kérem, ne hálálkodjanak, gyerünk visszadobozolni. Hol a kedves Tóth úr?
Lajos! Na nézzük meg, hol a kedves Tóthor! Pintér Béla, Kórház Bakony című művéből hallhatunk egy részletet. Boros Borka, Hrabovszki Bercel, Macelka Barnabás, Mádai Csenge és Samu Ádám előadásában. Múlt perc, elmúlt hét. Rádobjak egy kávét? Az iszik a Atanáz. Annak is muszáj lesz csinálnia valamit. Atanáz, legyél olyan drága, és dobbál még egy kávét! Köszi! Ahó! Mi van, eltűnt? Nem tudom, hol a nénikébe mászkál. Atanáz! Tényleg hihetetlen, az ember megjön, aztán meg eltűnik? Itt vagyunk! Merre kirándult a életként? Ennél nincs nélek, csak a hűfében elfogyott a kókuszgolyó, és le kellett szaladnom az éjjel nappaliba. És ott volt. Igen, ott volt. Minden elkélesett a szívem. Elnézést kérek, de reggelente nekem muszáj, hogy magamhoz vegyek valami édességet. Ez olyan függőség nálam, mint másoknál az alkohol vagy a cigaretta. Vagy a kávé. Igen, a kávé. Azért én örülnék szívem, hogyha a kókuszgolyó függőségedet felváltaná valamiféle munkafüggőség. Ja, persze. Úgyhogy dobjál fel még egy kávét a nagy viszit előtt, jó? Dobom már, vonom! Hát ez hihetetlen. Kókusz golyó? Bazd meg. Nem tudom. Hol a névébe él ez a szegénykém? Hát, Jugóból jött. Jugóból? Hát ő jugoszláv, nem tudtad? Hogyha jugoszláv. Hát vagy szerb, vagy mit tudom én már, hogy vannak ezek felosztva. De hát ő magyar-magyarul beszél. Bebkém, nekem a múltkor az éjszakai ügyelőtben volt szerencsém végighallgatni az egész élettörténetét, úgyhogy tőle tudom. Jó, de attól még, hogy Jugoszláviában született, attól még magyar. Figyelj, nem tudom, de nem érdekel ez annyira, hogy vitatkozzak ezen most felett. Miért? És a Miklós, aki Kolozsváron született, az szerinted micsoda? Hát az meg román, nem? Mondjuk az sem normális. Különben is hol van? Már rég itt kellene lennie? Biztos megint a motorjával hozunk. Én nem tudom, hogy én vagyok ilyen hülye, időbe járok bedolgozni. Én is hülye. Hát te is hülye vagy! Jó, ne haragudj csak. Nagyon fáradt vagyok ezzel a bácsival álmodtam. Milyen bácsival? Tudod, ezzel a
Jóska bácsi valaki hétfőn... Ja, igenis. Mit támadtál? Nagyon furcsa volt ilyen... Álomszerű. Aha. Nem akarok elbogozni, de nagyon furcsa volt, mert a lift nem előttem volt, hanem mögött, és nem olyan volt, mint a miért, hanem tudod, ez a régi számok, a kibe kell dugrálni, hogy már jött a neve. Pont elhozták, az más. Szóval jött a reggel dolgozni, és láttam, hogy ott áll a 14-es kortár mellett a Jóska bácsi tűzoltó egyenruhában. Hát, valamire megijedtem, mert tudtam, hogy ő hétfőn megfaltott, hogy már fent volt. Mondtad neki, hogy Jóska bácsi, mit tetszik így csinálni, nem tetszett meg valami, olyan jó papadumája volt. Bár annyira kiakadok, amikor ezek az öreg csávók megmutatják a farkukat. Na jó reggelt a hölgyeknek, ha már nekem nem jött össze. Jó reggelt. Neked is megmutatta? Persze. Kávé? Jó reggelt, Niki! Nagyon szépen megkértem már magát többször is, hogy ne hívjon így. A keserű professzornak engedem meg, és neki is csak azért, mert nem azt mondja, hogy Miki, hanem azt, hogy Miki Kém. Kezded el, mi történt? Lerobbant a kurva motorom. Azt bütyköltem eddig. De már a jó mutkorában megfogadtam, hogy kidobom az egészet a picsába. Akkor miért nem dobott ki? Meg lehet nyugodni, ha lenszerék pénzem, le lesz cserélve egy Harley Davidsonra. Persze. Hülyebb basz. Barbara, ez a Jóska bácsi tényleg ennyire súlyos volt? Mármint úgy értem a szíve. Nem tudom, szerintem is elég váratlan volt. De miért nem jönnek a cuccaiért a családtagjai, már két nap eltelt? Mit tudom én? Te, Ivetkém, valami szarok ezek az új infúziós tűk? Mert? Tök cikin, tegnap alig tudtam beleszúrni a marmutkába, a harmadjára sikerült eltállnom a vénáját. Miért? Nem elég éles? Nem az, a vastagság, a vastagsággal van a gond szerintem. Na, Ivetkém, tessék nézni. Hát, egy ilyen már ki tudnék egyezni. Aha, szép a színe, ez már két ütemű. Úristen. Miklós! Kérem, pakoljál, ez még a gyűjtet. Jó. Na és? Túlélte a Margitkal szúró próbát? Most mi van? Most az egész kórház azon fog röhögni, hogy én milyen béna vagyok, hogy meg a tűkattam. Bocsásson meg, én nem minősítettem senkit. Csupán a Margitka egészségügyi állapota iránt érdeklődtem, különben pedig szerintem is szarok ezek a tűk. Mert ő annyira érkezze. A tésebészet bejáratánál három orvos elénbe állt. Azt kérdezik, hogy mi a bajom? Hogy néz ki a beteglapom? Hát de mind a hármat felbebaszom! Így néz ki a beteglapom! Patika magának ilyenkor nem szabad itt lennie! Mit szabad? Meggyógyulni szabad, Bandi! Mit szabad? Meggyógyulni! Ki van szerve kérdése? Mi van, Mika? Visszafekszünk még egy kicsit, jó? Ne tegedd, paraszt! Basz meg! Ivet! Ivet! Nem hiszik, hogy szólnál a osztályon! Mégis csak a kardiológia! Azért, mert koszorúér elmeszesedése van, és azért, mert állítólag nem közveszélyes. De Barbara,
Tudtad, hogy színvak? Ne hülyeskedj. Rá van írva a korlapjára, teljesen cintévesztő. Hát akkor biztos a fehér köpenyemre indult be. Csehov, Medve című művéből Urbán Réka és Nyitrai Tibor Gergő fog bemutatni egy részletet. Itt vannak a pisztolyok. De mielőtt elkezdenénk a párpajt, meg kell mutatni, hogyan kell lőni benne. Soha életemben nem volt még pisztoly a kezemben. A pisztolyt tetszik tudni. Lehet többféle. Van külön párbajpiszta is, a Mortimer féle. Ezek itt három lövetű Smith Wesson pisztolyok. Pompás fegyver. Párja legalább 90 rubelbe kerül. Megmutatom, hogy kell tartani. Jöjjön. Micsoda szenne! Micsoda tüdes asszonyka! Látom, érte! Tudni. Aztán ezzel az ujjával itt hátra húzza a kakast. Így. Húgat. Úgy. Utána céloz. Igen. A fejét kisé hátra. Úgy. A karját kinyújtja, amennyire csak tudja. Igen. És aztán ezzel az ujjával itt meghúzza a rabszt. És kész az egész. Főszabály, nem esetni a célzást, nem izgulni, valamint ügyelni, hogy a kéz ne reszkessen. Rendben van. A szoba nem alkalmas a lövöldözésre. Menjünk ki a kertbe. Gyerünk! Azonban figyelmeztetem, hogy én a levegőbe fogok lőni. Még csak azt hiányzik. Miért? Azért, mert az én magam, hogy miért. Begyulladt uraságom. Nem tisztelt úr, itt nincs kitérés. Nem nyugszom addig, még át nem lövöm a homlokát. Ezt a homlokot itt, amit úgy gyűlölök. Begyulladt uraságom. Igen, bevallom, félek. Hazudik! Vagy a be! Miért nem akar vele megverekedni? Tudja, azért. Azért, mert maga tetszik nekem. Tetszem. Azt merészteném mondani, hogy én tetszem neki. Szabad az út. Hallgasson meg. Maga még mindig haragszik. Én is
pokol ilyen dühös vagyok, de... Tették tudni. Hogy is mondjam, csak a dolog úgy áll, hogy amint azt látni tetszik. Hát te, Meghalni annak a fegyvernek a golyójától, amit a maga bársolt, hogy kacsója tart. Megőrültem. Gondolj meg és határozzon. Mert ha én most innen elmegyek, mi ketten ebben az életben már nem találkozhatunk. Határozzon. Nemes ember vagyok. Tisztességes ember vagyok. Évjövel elment el még 10 000-re. Úgy tudok célozni, hogy eltállom a feldobott pénzérmét is. Pompás tovaim vannak. Akar a feleségem lenni? Lelepő porondva! Megőrültem. Megőrültem az egészet. Lakár! Vide! Porondva! Beleszerettem, mint valami iskolás fiú. Szerettem magam, hogy nincs valószínűtem felettem. 12 nével éjtökítottam, 9 felem szakított. Egyre sem szerettem úgy, mint magát. Szertefoszlak, szétválok, elolvadok, mint a pára. Tényleg állok maga előtt, mint egy bolond, és vele állok a kezemet. Szégyen, gyalázat. 5 óta nem voltam szerelmes, és fogalmat adtam, hogy soha többé nem is leszek az. Erre ne szerek egy becsület szó. Úgy magába havarodtam, hogy egy fülem se látszik ki. Jöjj a hozzá, feleség. Igen vagy nem? Nem akar. Hát nem kell. Várjon! Nos. Semmi. Semmi, csak menjen innen. De nem. Nem, várjon. Nem, menjen, gyűlölök el. Megmehetek az új évettől, az utálattól, szerszámtól. Miért áll ott? Miért nem megy már? Isten vele. Igen, menjen, gyűlölök el. Vagy talán mégsem. Nem, gyűlölöm magát! Takarodjon a házamból! Látni tudom magát! Miért jött vissza? Mit csinál? Ne jöjjön közel! Ó, hogy haragszom magamra! Beleszerettem! Térben álltam előtte! Könyörögtem! Ha ide fut vég a hátamon! Szerettem magát, mint ahogy még soha senkit nem szerettem! Holnap kamatot kell fizetnem! Megkértök a szállást erre! Erre jön itt maga. Soha sem fog azt magamnak megbocsátani. Engedjen el, gyűlölöm magát. Állj a porondra, a pont. Rabowski Bercel, Macelka Barnabás és Nyitrai Tibor Gergő előadásában Gogol Revizor című drámájából láthatnak egy jelenetet.
Polgármester úr! Polgármester úr! Nagy újság! Rendkívüli újság! Mondja, mi történt? Derülték be a villámcsapás. Amint benyitunk a vendéglőbe... Amint benyitunk a vendéglőbe, Piotr Ivanovicsan. Kérem, Piotr Ivanovics, majd én. Nem, hagyja csak, hagyja, és azt nem tudja, hogy hogyan kezdjem bele. Maga meg össze-vissza kapkod. Nem emlékszik semmire. Hogy nem emlékszem, bizony Isten emlékszem. Na, ne zavarjon már! Szóval! Uraim, kérem, mondják meg Piotr Ivanovicsnak, hogy ne vágjon folyton a szavamba. Az Isten szerelmére bökjék már ki, mi történt. A szívem majd elállt. Na, üljenek le! Tessék, Piotr Ivanovics! Itt egy szék. Szóval, hadd halljam, mi történt. Mindjárt kérem, mindjárt csak szép sorjában minden. Szóval, mikor volt szerencsi minden elmenni azután, hogy annyira feltettett izgulni attól a levéltől, én kérem alázattal egy percet sem késlekedtem. A nyakamba szedtem a lábam és futottam. Ez nem így. Nagyon kérem, Piotr Ivanovics, hogy ne vágjon a szavamba. Mondom, hogy én mindenre emlékszem. Mindenre pontosan emlékszem. Szóval akkor én kérem alázattal futottam Korobkinhoz, de Korobkin nem találtam otthon, ezért futottam tovább Rasztokovszkihoz. De Rasztokovszkit sem találtam otthon, ezért befutottam a postára Ivan Kuzmicshoz, hogy végre elújságoljam a nagy hír. Onnan visszafele jövett, találkoztam ám Piotr Ivanovicsa. A Pékbódi előtt. Igen, a Pékbódi előtt. Hát amint ott belebotlom Piotr Ivanovicsba, megkérdezem tőle. Hallotta, milyen bizalmas hírt kapott a polgármester úr hiteles forrásból? Tehát Piotr Ivanovics akkor már hallotta, szóval elindultunk Piotr Ivanovicsal, Vini Pantolovicsig. A konyakos hordócsáért. Jó, a konyakos hordócsáért. Szóval megyünk együtt. Piotr Ivanovics! Szóval megyünk együtt Piotr Ivanovicsal, Vini Pantolovicsékhoz. Egyszer csak azt mondjam a Piotr Ivanovics. Nem néznék be a vendéglőbe? A gyomrom nincs része rendben. Mármint a Piotr Ivanovics gyomra kérem. Azt mondja, reggel óta egy falatot sem ettem. A vendéglős épp most kapott friss ladacot. Kóstoljuk meg. Na, kóstoljuk. Amint belépünk a vendéglőbe, ott egy fiatalember. Egy elegáns fiatalember civilben. Egy elegáns fiatalember civilben. Nézd őrkészve jobbra-balra. Volt valami az egész emberben, és itt belül. Szóval volt benne valami. Engem egyszerre valami sejtelem szállt meg. Mondom is Piotr Ivanovicsnak, barátom, itt van, ami titoklappa. Igen, titok. Piotr Ivanovics odainti a vendéglőst, ezt a... Vlad! Igen. Azt tudják, hogy most 3 hete szült a felesége. Mégpedig fiút. Vendéglőset, mint az apja? Hát, amint a Vlasz odalép, Piotr Ivanovics megkérdezi tőle. Ki ez a fiatalember, kérem? Hogy ki ez a fiatalember? Ivanovics, hogy te vágyol a szavamba? Maga nem tudja elmondani, pedig te nem tudja, van egy rossz maga, egy szempi! Hogy ki ez a fiatalember, kérem? Hát valami hivatalnok. Péter Várról jött. Ivan Alekszandrovics Lesztapó. 2 hete itt van, de a lábát se teszi ki a vendéglőből. Amint ezt hallom, egyszerre csak világosság gyúl az agyamba. Azt mondom Piotr Ivanovicsnak, hopp! Nem, Piotr Ivanovics. Én mondtam, hogy hopp. Jó, először maga mondta, hogy hopp, aztán meg én mondtam, hogy hopp. Szóval együtt mondtuk Piotr Ivanovicsa, hogy hopp. Hát nyilvánvaló, uraim, hogy ez az a bizonyos hivatalnok, akiről a hírt méltóztatott kapni. A revizor! Végül Tasnádi István nézőművészeti főiskola című darabjából Nyitrai Tibor Gergő, Macelka Barnabás és Samu Ádám szereplésével láthatnak egy jelenetet.
Jó napot! Üdvözlöm Önöket! Engedjék meg, hogy bemutatkozzak! Az én nevem Vancsók Mário. Ő pedig itt a kiváló kollégám, Szagolnyák Imre. A mai napon azért jöttünk el Önökhöz, hogy... Igen. Ő itt, Lacika. A mai napon azért jöttünk el Önökhöz, hogy Önökből tökéletes nézőművészt faragjunk. Mi az a nézőművész? Nyilván nem lehet ismerős a szó, de ez a kis óra azt a célt szolgálja, hogy megértsék a szó jelentését. Kezdjük az alapoknál. Mi kell ahhoz, hogy a néző tökéletesen be tudja fogadni a színházi előadást? A szeme, a füle, az agya. Slussz. Tehát tulajdonképpen a feje. A többi testrészt nem csak gátol az optimális befogadásban. A lábunk, ami nagyon könnyen elzsibbad. A gyomrunk, ami folyton kurog, és a kezünk, amit nem tudunk közben hova tenni. Az lenne a legideálisabb, hogyha a kabátunkkal együtt a testünket is beadhatnánk a ruhatárba. Megőrzés is a előadást közben. Imre, ne, ne! Még nem szabad, nem jött el az ideje. De majd nem sokára. Fogunk mi még együtt játszani? Leszel te még sírásó? Szegény Jurik. Ismertem, Horáció. Lati! Nem szabad. Jó? Bocsánat. Menjünk tovább. Mivel sajnos a testünket nem tudjuk berakni a ruhatárba, így kénytelenek vagyunk becipelni magunkra a nézőtérre. Most vizsgáljuk meg, hogy mit kezd egy átlag néző a testével a színházi előadás közben. Thank you.
Szevasz, bazd meg! Mi van? Itt vagyok valami szaron. Mi ennek a neve? Hamlet. Hamlet valami. Nem baszod. Együtt van. Hol? Ott vagy, láttam, geci! Na majd szünetben megiszunk egy sört, jó? Jó van. Jó, szevasz. Ott a haverom. Köszönjük szépen! A későbbiekben pancsok tanáról úgyis el fog merülni ebben a témában. Ez az ön igazi szakterület. Nos, menjünk is tovább. A színházban nagyon fontos a látás. A szemünkkel nézünk, de a nézés még nem látás. A nézés készség, a látás képesség. Az előbbi adott, az utóbbit el kell sajátítanunk. Látnó, kérem! Mutasson nekünk egy általános nézést. Köszönjük. És most mutassa meg, kérem, milyen az, amikor valamit látunk. Köszönjük. Fantasztikus. Szinte hízzel tapintható az az energiagömb, amit Laci a tekintetével sugároz. Ha a nézők ugyanennyi energiát sugároznának vissza hozzánk, akkor létrejöhetne a tökéletes szinkron rezonancia, amiről az imént is beszéltem. A László tekintet által kibocsátott energiáktól a játszó színész szinte szárnyakat kap. Nézzék csak meg! Lacikám, most kicsit nézzél be oda a harmadik sorba is, oda-oda! Vigyázni kell vele! A végén még harmadfokú égési sérülést is okozhat. Köszönjük, László! Lacika, menjünk! Vizsgáljuk meg egy pohár víz kitöltését. Szóval vizsgáljuk meg egy pohár víz kitöltését befogadói szempontból. A színész kitölt egy pohár vizet. Vizsgáljuk meg, hogy nézi ezt az az átlagnéző, aki szomjas. Köszönjük. Most vizsgáljuk meg, hogy nézi ezt az az átlagnéző, akinek vízbe fulladt a családja. Rendkívüli. Most vizsgáljuk meg, hogy nézi ezt az az átlagnéző, akinek vízbe fulladt a családja, de szomjas is. Lacikám, már megint mit műveltél?
Megmondtam már neked ezerszer, hogy nem szabad ilyen intenzíven nézned. Hát szegény szagolnyák tanár úr megégette a kezét. Felhevítetted a poharat. Tudom, hogy te nagy színpadot szoktál, de ez itt nagyon sok. Csukd be a szemed is ülj le. Bocsánat. Felnéz. Hát igen. A zsenialitásnak is megvannak a maga hátulütői. Hál' Istennek, minket ez a veszély nem fenyeget. Menjünk is tovább. Cikám, mi baj van? László. László, kérem. Szerintem áll ezzel! Mit csinálsz? Mi megfolyt meg szegélyt? Engedd el! Maci! Maci, mit csinálsz? Elnézést kérünk az imént kellemetlenségért. Csak tanár, erre semmi szükség nincs. Nyugodjunk meg, őrizzük meg a hideg vérünket. László. Hát igen. Mindannyiunkat megviseltek a színházak bezárásai. Tehát Lacit gyakorlatilag az otthonától fosztották meg. Olyan volt neki ez a három év, mint a holnap víz nélkül élnél. Nem is tudom, hogy bírt eddig szegényként. Én a sors fiának vallom magam. Az én anyám a sors volt, és testvéreim a csillagok, akikkel nőttem és fogytam én. Az vagyok, aki vagyok. Úgy se lehetek más. Miért féljek? Hát felfedezni, hogy ki vagyok! Hát ez nem semmi, Lacika. Gratulál! Nagy tapsot neki, hölgyeim és uraim! Nos, Lacika, bemutatkozott már maga módját, engedjék meg, hogy ezt most lefordítsam. Színházi Lászlónak hívják. Onnan kapta a nevét, hogy egy színházi nézőtéren találtak rá, egy Godóra várvári adás után. Még rajta volt a magzat már, amikor megtalálták. Hát utána a gyerekesek nevelték föl, az aktuális a gyesen lévő színésznők szoptatták. Ők adták neki a színházi vezetéknevet. Fogyókellékeket evett és lejátszott darabok jelmezeiből öltözködött. Igen, ám csak ezzel az volt a baj, hogy amikor Laci elkezdett nőni, és már nem voltak jók rá, többen jelmezek, kénytelen volt hófehértének öltözve járkálni mindenhova, de volt jó részes a dolognak, hiszen Laci élete első 18 évében szinte minden este ott ült az egyik nézőtéri széken, és látott nem kevesebb, mint 6482 előadást. 6482 előadást, kedves hallgatók. És én úgy gondolom, hogy ekkora tapasztalattal Lacinak esélye van minden idők leghatalmasabb nézőművészévé válnia. Ez az öltöny is, ami most rajta van, a felrobbantott Nemzeti Színház bejárati szőnyegéből készült. És ami engem különösen lenyűgözött Lászlóban, és amiért tanársegédemnek választottam, annak oka az, hogy László betéve 150 évre visszamenőleg tudja az összes szereposztást. Lacinak van egy albuma. Lacikám, behozzál nekünk az albumodat? Megmutatni a hallgatóknak? De... Tudom, de nagyon fogunk rávigyázni. Ne? Hozd be, jó? Gyorsan. Laci minden vasárnap kiment a sarokra, elloptam az összes újságot, és kivagdosta belőle a színházi kritikákat, meg képeket, és ezt összesúrított egy albumba. Tanár úr, te is benne vagy. Még szép, hogy benne vagyok. Nagyon szép, Laci. Mutasd meg a tanár úrnak. Adod neki, jó? Jó. Nem, vigyázzon rá, jó? Nem így. Itt van. Itt van, jó? László! Kérem, mondja meg nekem, hogy 1874-ben a Pesti Rondellán, a Cudar Csikósban kijátszotta Mityula Pistát? Lendvai, aki 26 éves volt. Az előző évben szerződött fel Miskolcról Bóc Hajnalkával és Árvai néval. Első nagy szerepe Puja Ármin volt a Körmönfoltakban, amit Egres jelte színpadra a... Jó, köszönjük, ennyi elég lesz. Pillanat, még egyet. 1949-ben a Pesti Színkörben, a Te is Pipáz Ladányiban, ki volt Ladányi? Cseresti és Karcsi. Úgy van. És 1998-ban, Püspökladányban, a Bemutató Színkörben, a Kamarambó a Senki fiában. Ki volt a büdös bogár? Hát a Vancsó tanár úr. Úgy van! Igen, az én voltam. Fantasztikus büdös bogár voltál. Köszönöm.
Adjuk körbe, meg lehet nézni. Hogy az imént már említettem, hogy rengeteg munkája van, hiszen élete 18 éve csak ezeket gyűjtögett mindenben. Laci, mit csinálsz? Laci, add vissza neki. Laci, hol vég? Fogják meg! Gyorsan! Fogják! Vajon hol lehet, Laci? Laci? Hát ide bújtál, Laci? Na, semmi baj. Gyere vissza a színpadra, jó? Menjünk be, nyugodjunk meg kicsit. Ülj le szépen. Jó? Ahogy mondtam, meg lehet nézni? Nem lehet megnézni. Na, Lacikám, nyugodj meg. Meg lehet érteni, hát ez az ő élete. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. A következő óra a vegetatív funkció blokkolás lesz. Műsorunkat a 9. D. Bajban a Tinédzser című előadásával folytatjuk. A legkisebbek különböző szituációkban mutatják meg, hogy milyen is valójában a tinédzsereknek az élete. Rendezte Pásztor Anikó tanárnő. Fogadják őket sok szeretettel.
Tinédzserkor a krízis időszaka. Serdülőkori válság, fejlődési krízis, amikor az élet más szakaszaihoz képest hamarabb jelennek meg a fejlődése törvényszerűen jelentkező változások. A tinédzsereknek folyamatosan gondjaik, bajaik, problémáik vannak, amelyekre természetesen szerintünk lehetetlen megoldást találni. Drága szüleink, kedves tanáraink és minden kedves jelenlévő, kérjük legyenek megértőek velünk, hiszen önök is voltak tinédzserek. Aj, lányok, annyira aszimmetrikus az arcom. Nem mondom, sokkal vastagabb, mint ez. Én meg gyűlölöm a reggeleket. Mindig, mikor belenézek a tükörbe, meglátom azt a borzalmasan gonda arcomat, és arra gondolok, hogy így biztosan nem megyek ki az utcán. Ugyan már, te biztos, hogy reggel is gyönyörű vagy. De én olyan magas vagyok, és akkora a hasam is. De te legalább be tudsz venni egy rohadt haspulót. Nekem még az sem szabad, mert kilátszik belőle az összes hajam. Ha már itt tartunk, nekem ezen az oldalon jobban be van mélyedve a derek, mint ezen, és tökre furi. A hajam nem is göndör, és nem is egyenes. Akkor most hogyan hordjam? Aj, ne is mondd, nekem meg folyton szétáll a frufru, mert a lehető legrosszabb helyen van a forgóm. Az én hajam meg olyan, mint a fogvonál. És nem tudom felvenni a hugaim ruháit, mert túl lesz a csípőm. Nekem meg annyira lapos a fennekem, de komolyan, pedig egy csomót edzek rá, és ugyanolyan rossz. Hagyd már, tök jó a feneked. Nézd meg a melleim, olyan kicsik, mint a barackok. A combjaim hatalmasok, a karjaim viszont olyanok, mint két hosszú pálca. Ezen milyen fogyókúra vagy hízókúra segít? Az én kamom meg... Az én kamom meg olyan szörös, mint Csubakka. Nekem meg a kis ujjaim olyan fellék a körmeim, látjátok? Semmi baj nincs a külsőtökkel, mint annyira szépek vagytok. Zsóf, neked nem lapos a feneked, annyira csinos vagy. És Blanka, neked a fuklód mindig tökéletesen áll. És Anna, neked annyira szép combjaid vannak, még modellek is elmehetnél. És Virág, te nem vagy hájas, mindig nagyon csinos vagy. És Árka, neked a hajad egyáltalán nem olyan, mint a pókfonál. Mindig annyira szép és selmes. És nyilván én sem vagyok tökéletes. Nem vagyok magas, nincsen hosszú, selmes hajam, se tökéletes kerekfenekem. De hát én ilyen vagyok. És én ezt elfogadtam. Anya! Apa! Ugye ki hitelett engem? Nekünk tiniknek talán a legnehezebb felkelni reggelente, főleg, hogyha iskolába kell menni másnap. Ez azért lehet, mert rengeteg a tanulnivaló, vagy csak túl sokáig tiktokozunk esténként. Na de, nézzük, hogy megy ez a mindennapokban. Szia! Szia! Ja, csá! Oh, annyit kell tanulni, teljesen ki vagyok. Amúgy, te érted a matekot? Ja, persze nagyon. És az első feladatnál szorozni, vagy gyököt vonni kell? Kivonni. Nem is figyelsz rám. De, te nagyon figyelmes vagy. Amúgy arra gondoltam, hogy a jövő héten behozok egy bárányt, és itt fogom megnyírni a szobába. Hát, nekem is kéne, de ne a szobába borotvál hozni már. Ég a konyha! Pedig mondtam neki, hogy használja a naptejet. Képzeld, terhes vagyok. De jó, én is. A pasittól van. A szüleim biztos örülni fognak. Panka! 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 Ja, bocsi, mit mondtál? Mindegy, hagyjuk. Amúgy tanultál? Mi? 3 tézét írunk holnap. Basszus, ezek is faluk lesznek. Na mindegy, holnap reggel korán felkelek és csinálok puskát.
Legalább zuhanyozni voltál? Hát, egy nap nem baj, ugye? Mindegy, inkább menjünk aludni. Jó, jó, mindjárt. Panka! Halkíts már le! Amúgy meg órák óta telefonozol. Jó, jó, mindjárt megyek. Baszus, elaludtunk! Panka! 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 25 van! Most már komolyan kelj föl! Jó, jó, mindjárt! Panka! Panka! 30 van, indulok! Mi? 30 van? Jó, tudod mit, indulj el, én meg majd futok utánad. De ennek is már megint! Jó, jó, nem fogok! Írt a barátom! Halló? Hallod, a szekrénybe hagytam a füzetemet, el tudod hozni? A szekrénybe? Igen, a suli szekrénybe. Ugye bent vagy? Hát, Legalább koliból elindultál már? Jó, tudod mit? Mondd a tanárnak, hogy, hogy megy a hasonló, mindjárt futok. Már megintetek a hazugságot, már elegem van ebből, Panka! Üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. A mai vendégünk a Vészáros család, akik azért jöttek hozzánk, mert a gyerekek szerint lassan széthullik a család. Jöjjön tehát a három gyerek, Alexandra, Enikő és Noémi. Te voltál, aki megkerestél minket. Be tudsz számolni jobban az otthoni dolgokról? Köszönöm, hogy eljöttünk. Szóval, anya és apa egyre többet veszekednek otthon. És félek, hogy ebből válás lesz. Válás? Erről eddig nem is volt szó. Otthon egyre rosszabb a helyzet. Sose tudunk leülni és ezt megbeszélni velük. És Enikő, ugye? Igen. Te erről mit gondolsz? Hát, engem igazából nem érdekel. Inkább a csend, mint a mindennapi veszekvés egymás között. És ha elválnak, akkor két karácsony, két szülinap, több ajándék. Ennek kéne örülne. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy ez ennyire önző? Téged tényleg ez figyelj már ide. A szerető és összetartott család mindennél többet ér. Ez kit érdekel? Ez már úgyis mindegy. Mert a kukába az egész. Jól van, lányok. Nyugodjatok meg. Azért vagyunk itt, hogy rendezzük a kialakult helyzetet. Jöjjön be a két szülő, Magdolna és Ernő. Ülök, hogy ti is eljöttetek. Kérlek, Alexandra, mondd el, hogy miért vagytok most itt. Anya, apa. Azért hívtam fel Mónikát, hogy segítsen ti kapcsolatotokat rendbe tenni. Mert ami van otthoni helyzet, nagyon rossz hatással van ránk. Értem, köszönöm, Alexandra. Magdi, te erről mit gondolsz? Hát egy ideje már nem értem azt a tüzet, mint az elején. Már nem értem azt a bánt. És Ernő, neked mi a véleményed a Magdi és a közted lévő kapcsolatokról? Hát ezt már én is régóta értem. Az azt mondja, hogy sosem tesz azért, hogy ez megmaradjon közöttünk. Én nem teszek eleget. Mosok, főzök, takarítok rátok, de vagy csak vakarod a tököd. Mégis én keresem a kenyerünket, és én dublok egész nap a munkába. Két perce vagyunk itt, és ti már veszekedtek.
Nem lesz nekünk, csak beszélgetünk anyámmal. Ez beszélgetés nektek? Ernő, a veszekedés nem megoldás. A gyerekek a legfontosabbak ebben a helyzetben. Sokat veszekednek otthon a szüleitek? Á, egyfolytában. Gondoltatok már arra, hogy milyen hatással van ezek a viták a gyerekekre? Hát... igen. Nem jó. Mindenképpen nem jó, úgy gondolom. És ez a dolog, amiért maguk veszekednek, milyen hatással van a gyerekekre, hogy mit csinálnak, nem rosszak? Az Enikő folyamatosan csavarog, lóg az iskolában, és csak a fiúk járnak az eszébe. De hát én ezt úgy kontrolláljam, hát egész nap a munkában vagyok, ez a te felelősséged, hát te vagy otthon egész nap. Miért kéne az, hogy figyeljetek rám? Az kéne még, hogy egész nap a nyakamba lógjatok. Istenem, te vagy a vész, te vagy a mérnök, neked kéne velük matakozni. Én azt tartom, hogy gyereket nevelek. És egyébként a Noémi bukik matekból. Nem csak matekból. Buksz az iskolában, tégyet odol a családunkra. Apa, mit válsz el? Sose vagy velünk otthon, sose tanulsz velünk. Az versenyeinkre se jössz el. Otthon már annyit kiabáltok, hogy szétmegy a fejem, és tanulni se bírom. Igazad van, kislányom. Ezt sose vettük figyelembe. Nekünk ti vagytok a legfontosabbak, és esküszöm, hogy megoldjuk anyátok. Ti egyáltalán szeretitek még egymást? Köszönjük a figyelmet! Köszönjük! A szerelem minden tinédzser életében egy elég változó dolog. Néha összejön, néha nem. De a rajongás mindenkinek az élete része. Lássuk, hogy megy ez a valóságba. Képzeljétek el, lányok! El itt felejtettem mondani, hogy tegnap találkoztam a Bercivel is, vagy 20 percig követett. De igazából biztos csak tudni akarta, hogy jól vagyok-e. Szerinted ez nem fura egy kicsit? Mármint miért nem ment oda hozzá? Vagy miért nem mentél te oda hozzá? Úgy, mint én annó Macihoz. Hát kevében, mikor még nem jöttünk össze, akkor ő már bátran oda jött hozzám beszélgetni. Nem értem, hogy miért nem minden fiú olyan, mint ő. Hál' Istennek, hogy nem olyan az összes. De nagyon-nagyon. Milyen a csók? Olyan, mint a filmeket. Hát már abban nem. Nekünk úgy volt, hogy elmentünk fagyizni. És képzeljétek, ma is ugyanoda vízbizte, ahol először megtörtént a csók. És azon gondolkoztam, hogyha összeházasodunk, az lesz a nevem, hogy Hunya Kevéné. Nagyon nagy csók. Nem a közös jövőtökre vagyunk kíváncsiak. Milyen a csók? Liluka, miért érdekel téged ez ennyire? Mire készülsz, Macival? Semmire. Nézzétek, kik jönnek.